A Kárpát Express mai első állomásán részt vehetnek velünk a felvidéki Kürtön rendezett borfesztiválon. Ezután bemutatjuk az első kárpátaljai települési értéktárat, az ungvidéki Csapon. Kárpátaljáról a délvidéki Törökfaluba utazunk a település legnagyobb ünnepére, a kenyérszentelő ünnepséggel egybekötött falunapra. Utolsó állomásunk ma a székelyföldi városfalva, ahová régi pompájában tért haza egy 48-as zászló. Tartsanak velünk! Csodálatos borok, finom ételek, gyönyörű táj. Ez fogadta a vendégeket az idei Kürti Borfesztiválon. A különlegessége a fesztiválnak az valószínűleg a helyszín, ugyanis a Kürti szőlő egy fő utcáján zajlik, a Kürti középhegyen, kis helyi pincék között, és lehet, hogy ez az a legnagyobb érték, persze a boron kívül, ami ide csalogassa évről évre, immár 9. éve fesztiválra látogatókat. Kürtön, ahogy az egész felvidéken is, hatalmas kultúrája van a borkészítésnek. A legtöbb borász a környéken próbálja az ősi módszerek szerint készíteni a borait, különféle kémiai adalékanyagok nélkül. Emellett fontosnak tartják a magyar borkészítési hagyományok megőrzését. A bor, és magában a fesztivál filozófiája is arra épül, hogy honnan jöttünk. Tehát ha ezt a gondolatot, ezt az alapgondolatot kicsit fel tudjuk éleszteni, akkor biztos vagyok benne, hogy a magyarságot is erősíti úgy a helyiekben, mint a hozzánk látogatókban. Kasnyik Tamás és testvére egy családi borászatot vezetnek, generációk óta foglalkoznak borkészítéssel. Minden olyan szakma, ami régre nyúlik vissza, az egy nagyon komoly büszkeséget ölti az embert, amikor reggel fölkel, és bármilyen napja volt előző nap, a start mindig egy pozitív kell, és az is pozitív is, pont ebből kifolyólag, hogy tudom, hogy milyen volt ez régen, és szeretnék legalább olyan jól csinálni dolgokat, mint a régiek. A magyarság, mint megőrzésére hívta fel a figyelmet egy másik kürti borász is. A földdel foglalkozni kell, a földet művelni kell, és abban mindig is lesz jövő. Az a legfontosabb számomra ebben a fesztiválban, hogy a fiatalokban, az újabb generációkban fölébresszük azt a lokálpatriotizmust, a szülőföld szeretetét, azt a büszkeséget, és talán adunk nekik, vagy megmutatjuk, hogy képesek vagyunk mi itt, ahol születtünk, megtalálni a békét, a harmóniát, lehet jövőkép, nem kell ahhoz Londonba, nem kell ahhoz a világba kiszaladni és szakítani az embernek a gyökerével, hogy igazi harmóniát és értéket találjon. A fesztiválra látogatók nem csak a felvidéki borokat kóstolhatták meg, a szervezők hívtak anyaországi borászokat is, például Sopronból. A borászaton kívül szerintem, ahol a kollégák összedolgoznak, őszinte szakmai diskurzusokat tudnak tartani egymás között, és a mi szakmánk, mi hivatásunk egy ilyen dolog, és hát természetesen van egy történelmi kapocs is kettőnk között. Kürt polgármestere büszke rá, hogy a kistelepülés néhány napra ezernyi ember tud fogadni és vendégül látni. Már 9. éve itt vagyunk, rengetegen jönnek olyanok, akik nem is tudták, hogy mi az a kürt, honnan, mit jelent az, hogy kürti bor, és mostan 30 borász van itt Kürtön, aki kiállít, és ez akkora siker számunkra, hogy meg tudjuk mutatni, hogy tényleg a kürti fiatal borászoktól kezdve az öregebbekig milyen finomságokat tudunk előállítani ebből a szőlőből. A vendégek pedig láthatóan jól is érezték magukat. Megmutatja ez a fesztivál, hogy jó magyar borokat nem csak az anyaországban, a klasszikus magyar borvidékeken tudnak készíteni, hanem itt felvidéken is, a kürti borvidéken is készülnek olyan borok, amik felveszik a versenyt az anyaországi borokkal. És a másik dolog, amit kimondottan szeretek, hogy itt a helyszínen tudjuk megkóstolni ezeket a borokat, itt a szőlőlugosok között, a pincéknek az árnyékában. De minden éven meglátogatom, mert nagyon jó hangulat ez. Én a szomszéd faluban születtem, Fűrön, és hát ez egy olyan, mint egy osztálytalálkozó alapiskolából. Ide jártak a barátaim, mindenki, és itt minden évben találkozunk. A szervezők a borok mellett számtalan kulturális programmal is kedveskedtek a vendégeknek. A Kürti Borfesztivál ismét megmutatta, hogy a felvidéki magyarság létezik, és aktívan éli meg a magyarságát és hagyományait. Ha velünk maradnak, megismerhetik Kárpátalja első települési értéktárát.